Hát srácok, egy ideje már lábatlankodok itt az SK-nál, de szerintem fixen a mai a legvagányabb videó, amiben részt veszek, hiszen Lajossal fogunk együtt főzni, és nem is akármilyen apropóból. Nemrég dumálgattunk Lajossal, hogy mennyire menő lenne az, hogyha egy ételt megcsinálnánk két különböző féleképpen. Ő egy klasszikus verziót készítene el, én meg mivel a legfiatalabb vagyok itt az SK-nál, egy új hullámosat. Ez ma a csirkepaprikás lesz, most átadom Lajosnak a szót. Igen, ez valójában így van. Azt szeretnénk, hogy megmutassuk nektek, hogy egy ilyen régi arc hogy készít el egy klasszik ételt, illetve az új generáció ezt hogy dolgozza át. És valójában nem az a célunk, hogy versenyezzünk, hanem az a célunk, hogy mind a kettő étel hiteles legyen, mindenki válassza ki magának azt, ami szimpatikus neki, vagy egyszerűen csak a játék kedvéért, amit mindig ajánlok nektek, készítsen el egy másik verziót. Van néhány szakmai álláspont, amiben lelazultam. De van néhány dolog, amiben görcsösen ragaszkodom a régi hagyományokhoz, és számomra a csirkepaprikás készítése az egy hagyományra épülő. Lehet, hogy nem más, mint az én személyes hagyományom, de ehhez mindig ragaszkodom. Úgy érzem, hogy ez bevált, kaptam is érte néhány tapsot. Mutatom, hogy készül. Mondjuk, hogy az első ilyen ragaszkodás a kacsazsír. A csirkepaprikást én mindig kacsazsírral készítem. A következő első lépés, hogy amikor forró lesz a zsír, beleteszek paradicsomot, meg paprikát. A paradicsomot mindössze ketté vágom, a paprikát is ketté vágom, viszont ezt teszem azért, mert ennek most bőven elég lesz a fele. A paradicsomot is, meg a paprikát azért vágom csak ketté, hogy amikor elkezdem pirítani a zsírba, akkor tulajdonképpen a paprika is, meg a paradicsom teljesen átalakul, részint nagyon szép színt ad az ételnek, nagyon finom illatot ad, és tulajdonképpen az egész ételkészítés során mindössze 3 darab cellulózt kell kihorgásznom a szaftból, mert én azokat nem bírom. Most teszem is bele. Miután ezzel így sok baleset nem tud történni, amíg ez pirul, megvágom a hagymát. Egy kevés fokhagymát is szoktam beletenni, azt csak itt simán megzúzom és megvágom. Nézzetek bele, milyen szépen megpirult a paradicsom, meg a paprika is. Most rögtön adom hozzá a fokhagymát, ez egy minimális időt fog itt landolni, és aztán jön hozzá a vöröshagyma. Tulajdonképpen a folyamat ugyanaz, ami most itt a lábasba történik, azzal a különbséggel, hogy belekerült a fokhagyma, meg a hagyma, ez is szépen itt pirul, és addig előkészítem a csirkét. Elkezdhetjük nyomatni a csirkepaprikást, ennek a csirkepopsi fogja megadni a bukéját, és itt nem kell semmi sunyiságra gondolni, ez csirkefarhát lesz, amit bekenek olajjal, és bedobok a 200 fokos sütőbe egy kevés kápia paprikával együtt. Amíg kapnak egy kis szint a sütőben a cuccok, addig felaprítok 2 fej hagymát, és elkezdem lepirítani, és nem kell aggódni, csak azokra a húsokra használtam olajat, ez klasszikusan sertésír megy. És ha már Lajossal együtt nyomjuk, akkor megfogadjuk a tanításait, és megsózzuk egy kicsit a hagymát, hogy gyorsabban puhuljon. Hogyha már ilyen kis szexi, aranybarna, latinos színe van a hagymánknak, mehet bele a paradicsompüré. Én azért használom ezt, és nem friss paradicsomot, mert szerintem így sokkal mélyebb, karakteresebb íze lesz a pörköltnek. Úgyhogy ezt most belerakom, átpirítjuk, aztán jön még egy titkos hozzávaló, amit mindjárt elárulok, hogy micsoda. A titkos hozzávaló pedig dédöreg anyáink hívén nyilván, a gochujang lesz. Ez egy koreai rizspaszta, egy fermentált rizspaszta, amiben rengeteg sok csili van, nagyon jó intenzív paprika íze van, úgyhogy én ezt fogom még belepirítani az alapba. Ha megpirult minden, kicsit félrehúzzuk a tűzről, most kerül bele a paprika az első körben. Először füstölt paprikát teszünk bele, és mehet az édes őrölt fűszert paprika is. Kipirítottuk a paprikát, mehet bele egy kis víz, aprítunk egy kevés fokhagymát is bele, aztán addig el is készülnek a forrátok a sütőben. El is készült a farhát és a paprika. Nézzétek meg, itt-ott oda pörkölődött, a csirkének tök jó hólyagos a bőre, ettől lesz igazán jó íze a paprikásunknak, most belepakoljuk, lefedjük és főzzük egy kicsit, és utána továbbugrunk a csirkecombokra. A farhát alá kisült egy kis szav, brutálisan jó illata van, ezt nagyon nagy kár lenne kiadni a mártásból, úgyhogy beleöntjük ezt is. Miután ezek ilyen szép nagy combok, kitapintom, hogy hol van a forgója, és ott ketté vágom mindegyiket. Na itt van ez a csodálatos nagy mell, ezt többször is át fogom vágni, egyszer így hosszába. A csontokból nagyon finom ízek fognak kifőni majd az készítés során, a bőrébe, meg hát nyilván a csontokba is, meg nagyon-nagyon sok kollagén van, ami meg nagyon-nagyon jót fog tenni a mi kis szervezetünknek.
tulajdonképpen előkészültem a hússal, összevágtam, és amikor a hagyma majd kellő állapotába kerül, akkor megkapja a fűszereket, főzöm még egy kicsit, és utána kerül bele a csirke. Eljött az idő, hogy befűszerezem, elsőnek a fűszerpaprika jön, de a fűszerpaprika előtt én mindig öntök alá egy picike alaplevet. És ennek az az oka, nem lesz annyira forró a zsír, viszont a zsír így is feljön a folyadék felszínére, és ott szépen kioldja a paprikából a színeket. És már ilyenkor bele szoktam tenni a sót. A sózásnál nagyon kell vigyázni, mert hogyha alaplevet főztök, és abba is kerül só, akkor azért ez legyen arányban, nehogy egy túl sós étel legyen a végén. Egy egész pici majoranna, meg teszek bele mindig egy kicsi borsot, megint felöntöm, és amikor ennyire forr, akkor keverem el a paprikát benne. És most fogok tenni hozzá alaplevet, amiben pedig ilyen krémesre fogom főzni ezt a hagymás alapot. Szerintem nagyon szép ez a hagymás alap, érdemes majd belekukkantani. Én bele is fogom tenni a húst, mert már feltalálták a botmixert, ha nem találták volna még fel, akkor még főzném egy órát. De így teltem bele. Egy rövid ideig ilyen intenzíven főzöm az ételt, hogy ilyen pörzsös ízek alakuljanak ki. Ez meg is történt, és most fel fogom önteni azzal az alaplé mennyiséggel, amivel tulajdonképpen végig el fogom készíteni. Amíg itt pötyög az alapunk, megcsináljuk a csirke comnyalókákat, és igazából itt nem kell beparázni ennyire, azért nem új hullámos a recept. A lollipop egy vágási forma, ahol letisztítom a csirkének a csontját, kicsit megformázom a húsát, és így fogom elkészíteni, sokkal dögösebben néz ki. Kész vannak a kis lollipopok, vagyis hát majdnem kész vannak, mert erről én még le fogom szedni a bőrt, és külön megsütni ropogósra, mert nem tudom, nekem a csirke pörkölttel alapvetően mindig az volt a bajom, hogy ilyen szottyos volt a bőr, azt mindig félre is raktam, úgyhogy ezt most megpirítom, mert úgy bomba lesz. Egyébként pro tip, hogyha megfogjátok egy papírtörlővel vagy konyharuával a bőrt, sokkal könnyebb lesz lehúzni, mert oda tapad hozzá, és nem fog csúszkálni a kezeteken. Mehetnek bele a csirkecombok a rotyogó mártásba, aztán megsütjük a bőröket is. A csirkebőrből igazából egy chipset szeretnék csinálni, ezért két tepsi és két zsírpapír között bedobom a 160 fokos sütőbe, amíg meg nem pirult. Miközben a paprikás itt szinte már magától el fog készülni, oda tettem vizet, hogy készítek hozzá galuskát. Nyilván tudjátok, hogy az egyik legegyszerűbb köretről beszélgetek, liszt, tojás, víz, só, itt legfeljebb annyi különbözőség lehet az eddigi megszokottaktól, hogy én más sorrendeket tartok be. Teszek bele sót, és ha újra forr, akkor már szaggatom is bele. Megfőtt a galuskánk, picit leöblítettem, és ilyenkor szoktam tenni hozzá egy kicsi zsírt, hogy ne álljon össze, meg finomabb tőle. Ameddig sülnek a bőrök a sütőben, megcsináljuk a köretet, ami speci lesz. Ez igazából egy tejfölös, kicsit hasonló a nokedli ez a tésztája, de máshogy kell szaggatni, és ezt jól ki kell dolgozni, úgyhogy most ennek állunk neki. Törünk bele egy egész tojást, mehet bele egy tojássárgája is, aztán küldünk bele lisztet és tejfölt, sózzuk és borsozzuk, aztán kikeverjük. Kész vagyunk a tésztával, szuper, ilyen nyúlós, kis ragacsos állagú, most elmegy egy kevés kényszerpihenőre a hűtőbe, aztán szaggathatjuk is. Eleget pihengetett a tészta a hűtőben, elkezdhetjük kiszaggatni, ez egy kicsit speciálisabb módon fog történni, mint mondjuk egy nokedlinél, mert alapvetően létezik egy speci szaggató, ami konkrétan ugyanúgy néz ki, mint ez a krumplinyomó, úgyhogy most ezzel fogjuk beleszaggatni a gyöngyöző vízbe. Megvan a spészli, és kész vannak a bőrök is, kicsit amúgy illúzió rombolónak tűnik, olyan, mint egy tepsit sütnénk, de benne van a kincs, mutatom. Nézzétek meg, milyen brutálisan néz ki, szép, pirult, iszonyat jól fog működni a paprikásunk tetején. Nyomjuk tovább a specit. Igazából már így is kész van, de én még pluszba lepirítom, sokkal jobb íze lesz így az egésznek. Ha ez kész, utána már csak a mártással kell foglalkozzunk, és tálalhatunk is. Gyönyörűen megpuhultak a kis madárkáim, kiszedem őket, óvatosan azért, pont annál fogva, mert hogy megpuhultak. Ugye most van például óriási szerepe és előnye annak, hogy
én nem ilyen apró darabokra vágom, így könnyű megtalálni, megfogni és kiemelni ebből a gyönyörűséges szagból. Bár még az operatőr szerint is ez egy gyönyörű krémes, de én mindig biztosra megyek úgy, hogy átmixelem. Lemixeltem, van egy sima alapunk, teszem bele a tejfölt, a tejszínt, és utána csak besűrítem. Az igazság, hogy azt is elárulom, hogy milyennek a sorrendnek az oka. Tehát én most az alapba beletettem a tejfölt, meg a tejszínt, utólag fogom kikeverni a lisztes habarást, és azzal sűrítek. Nem mindig lehet eltalálni a sűrítést különböző okoknál fogva, és hogyha esetleg túlkeverek egy olyan mennyiséget, amiben van tejszín is, meg van tejföl is, azt nagyon-nagyon sajnálnám kidobni. Sajnálom a lisztet is, de azért az kevesebb érték. Szerintem ez gyönyörűen összeforrt, mehetnek vissza a madarak, amit ugyanúgy gondosan egyesével visszarakok. Tulajdonképpen ez elkészült, de amíg minden kis molekulát átjárnak az ízek, én addig összedobok egy ubisalit, mert az viszont nagyon jó hozzá. Tudjátok, tök egyszerű, reszelt uborka, só, fokhagyma, salátalé alak, és ebbe mehet bele a reszelt uborka. Kész a speszli, és kész van a paprikás is. Kikakodjuk belőle a combokat, ezeket félretesszük egy tálra, aztán mehet a turmixba a mártás, és lezúzzuk az egészet. Igazából elkészültünk a mártással is, most már csak annyi van hátra, hogy visszaöntsük ebbe a lábasba és behabarjuk. A mártást visszaforraljuk, lisztet keverünk egy kevés tejfölhöz, hőkiegyenlítünk egy keveset a mártással, aztán a tejfölös cucc mehet vissza a mártásba, kiforraljuk és kész is vagyunk. És el is készültünk, itt van körülöttünk minden, jöhet a tálalás. A tányér aljába szedünk a lepirított specliből, teszünk rá csirkecombot, körbeöntjük a mártással, és díszítjük a csirkebőr chipszel. És ennyi. Elkészült a paprikás, krémes és nagyon finom lett, uborka saláta hozzá a galuska, a tálalás van hátra. Elkészült a két csirkepaprikás, és azért is hangsúlyozom ki, hogy kettő csirkepaprikás készült, szembe azzal, hogy mindegyiknek a tálalása különbözik a másikétól. És ez egy jelzés én szerintem arra, hogy ha találkozunk egy étellel, és a tálalás módja, vagy a megjelenése nem a szokványos, attól még ne utasítsátok vissza, hanem kóstoljátok meg. Nyilván egy tálalás nem határozza meg az ízeket, de nagyon meghatározza egyébként az értékelését. Ezt fogom én is tenni, megkóstolom Domának az ételét, és véleményezni fogom. Bár azt rögtön el kell, hogy mondjam, hogyha mondjuk nálam egy ilyen alaplaptörlés lenne, és mondjuk egy német turista vagyok, és hallottam a csirkepaprikásról, és a két megtálalt ételt nézném, akkor megmondom őszintén, hogy ezt választanám. Köszönöm. Sokkal izgalmasabb, látszik rajta az a fajta törődés, ami a mostani gasztronómiára jellemző, és így ennek megfelelően a tálalása, hozzáteszem beleértve még a tányér színválasztásával is, én nálam csillagos ötös. Na ez például nagyon izgalmas ez a nyilvánvalóan ez egy csirkebőr tepertő, vagy legalábbis tepertősre sült csirkebőr, nagyon korrekt. Ráadásul tökéletes, mert tökéletesen ropog, pont az, aminek szánt a Doma. Megkóstolom a mártást, azzal a galuskával, ami abszolút eltér az én galuskámtól. Teljesen korrekt. Ez tényleg egy csirkepaprikás. Itt a szalonna is megjelent? Nem, egyébként nem került bele szalonna. Akkor mitől van füstölt szize? Van benne füstölt paprika. Aha. Egy kevés, mert szoktam rakni abba, jó. Amit nem bográcsba készítek, hogy azért valamennyi. Jó, már izgulok, kíváncsi vagyok. Nagyon jó. A Nokedlinek is iszonyat jó állaga van. Én nem szeretem alapvetően, hogyha ilyen gumis, szóval nálam ez százas. És egyébként a mártás is, meg a csirke is mind nagyon finom, puha a csirke. A mártás is tökéletes hozzá, úgyhogy ez nekem nagyon tetszik. Szóval az igazság, hogy nem a kamera kedvéért dicsérgettük egymást, mert Domának a paprikása finom, szépen van tálalva, és látszik rajta az a fiatalos lendület, amivel tulajdonképpen próbára tettük a klasszik és a fiatalos technológiának a elkészítési módját. Azért azt nyilván meg kell jegyezni, hogy attól még, hogy szép ez az új vonalas tál, ez még mindig megállja a helyét, a klasszikusnak mindig lesz helye szerintem, és még mindig iszonyat finom. Szerintem ezt mindenki szereti. Nagyon jó, tényleg. Köszönjük szépen a figyelmeteket, remélem tudtunk újat mutatni nektek, ezt mindenféleképpen próbáljátok ki. És ezt is. Minél többen, aki kipróbálja, annak tudjátok jó játékot hozzá. Sziasztok!